Etetési időben érkezett meg stábunk néhány nappal ezelőtt a Petes Malmi Vidra Parkba, ahol 2009 óta egy híján 70 vidrát mentettek már meg. Ezzel a mennyétférével, mivel éjszakai állat, a vadonban ritkán találkozhatunk, de a rezervátumban is csak a kerítésen túlról csodálhatjuk meg őket. A vidra vadállat. Tehát okozhat olyan sérülést az ide látogató embereknek, amit úgy gondolom, hogy egyikünk sem szeretne, és nem azért, mert ő gonosz, hanem azért, mert ő nem szereti, hogyha esetleg simogatják. Az itt bemutató vidrecskáink a gondozóhoz ragaszkodnak, tehát pici koruk óta mi neveltük őket, mi hozzányúlhatunk, de kimondottan akkor, hogyha ezt ők is igénylik. Tehát, hogy itt nem az a lényeg, hogy most szelfizzünk vidrával, simogassuk a vidrát, hanem az, hogy a saját természetes közegébe tudjuk ezt a kis ragadozót bemutatni. A park területén egy 15-18 fős populáció él jelenleg szabadon. Akár őket is megláthatjuk, de két kis ragadozót rendszeresen a nagy közönségnek is bemutatnak. Bonnie pici korában került ide, és akkor is ragaszkodott a gondozójához, amikor szabadon engedték volna. Tomi pedig a rossz válla miatt nem úgy mozog, ahogyan kellene. Az elárvult, sérült vagy beteg vidrák itt jó helyen vannak. Az a cél, hogy úgy neveljen fel, hogy később a természet hasznos része lehessen, ki lehessen helyezni a természetbe, ami azt jelenti, hogy 3 hónapig nagyjából velem van a hálószobában, mert ugye ott 3 óránként éjjel és nappal cumizunk, eszünk, aztán amikor kikerül ki a vidraóviba, ez a látogatóktól egy elzárt terület, ott viszont megismeri a vidra élet mienségét, meg kell tanulnia vidrául, és 1 éves korba viszont egy olyan területen, ahol nagyon kevés a vidra és nincs ember, engedjük szabadon a szakemberekkel. A Petes Malmi Magyarország egyetlen vidra parkja. Ennek a közel 100 hektáros területnek a gondozása azonban rengeteg munkába kerül, ezért is keresnek most újabb önkéntes segítőket. Rengeteget segítenek, és akik nélkül azt mondom, hogy nagyon nehezen működnénk. Hatalmas nagy a terület, ők jönnek mindig kaszálni, és bármi olyan dolog történik, nagyon szívesen segítenek. És itt is megemlíteném, hogy nagyon nagy szeretettel várjuk az önkénteseket is, de sajnos nem vidraeltetésre. Ez egy személyes, ketten vagyunk itt csajok, és hát nagyon sok olyan dolog van, amit ugye nem tudunk megcsinálni. Tehát, hogyha bárki esetleg kedvet érez arra, hogy jönnek kerítést lefesteni, vagy ilyesmi, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk. A Vidra Parkban folyamatosan próbálnak új programokat is kitalálni a látogatók számára. Hamarosan például kísérleti jelleggel éjszakai horgászatot hirdetnek.